Szegfű utca. Jó ütemben halad az útszakasz négysávosítása. Járda felújítások, 14 helyszínen újít fel járdákat a Nyírvévé. Régi Magyarország ízei, kultúra és gasztronómia a Sóstói Múzeum faluban. Önök a Nyíregyházi Televízió híradóját látják, jó estét kívánok! Jó ütemben halad a Szegfű utca négysávosítása. A területet augusztusban adták át a kivitelezőnek, azóta nagy erőkkel folyik a munka. Az utca kétszer-két sávosra bővül, ezen kívül gyalogos kerékpárutat alakítanak ki, és megtörténik a közművek fejlesztése, ugyanis záportározókat helyeznek el a helyszínen. Gőzerővel folyik a munka a belvárosban. Nyíregyháza közúthálózat fejlesztési programjának részeként négysávosra bővül a Szegfű utca, Hunyadi és István utca közötti szakasza. A kivitelezés miatt augusztustól forgalmi rendváltozás van érvényben, miszerint 30 kilométeres sebességkorlátozás és előzési tilalom mellett egy-egy sávban haladhatnak a járművek. Ami fontos a nyíregyházi lakók számára, hogy is a közlekedők számára, hogy szeptember végéig a mostani rend áll fenn, addig nem lesz változás, és ezúton is köszönjük a nyíregyháziaknak, hogy nagy türelemmel és odafigyeléssel vezetnek a környéken. Szeptember végétől lesznek újabb változások a forgalmi rendben, akkor új munkaelemek kezdődnek majd, tette hozzá a kabinetvezető. A beruházás keretein belül megtörténik a közművek fejlesztése, záportározókat helyeznek el és gyalogos kerékpárutat is építenek. Ennek sokan örülnek a városlakók közül. Nagyon örülök neki, mert látod, most is biciklivel vagyok, úgyhogy lehet, hogy ezentúl sűrűbben fogok így erre járni. Az autóval közlekedők szerint ez egy fontos előrelépés a városban, mondta Jakab Zoltán. Hozzátette, ők gyakran járnak ezen az útszakaszon, csúcsforgalomban mindig nagy a dugó, ezért is tartja nagyszerű dolognak a fejlesztést. A környéken pedig nagy eső idején áll a víz, így a záportározókra is óriási szükség van. A jelenlegi forgalomkorlátozás pedig nem zavarja, elmondása szerint ennyi kis kellemetlenséget megér, hogy később jó legyen. Nagyon jó lesz. Mert az már ideje volt, hogy elkezdjék. Én szerintem jó. Jobb lesz a forgalom is, meg minden szerint. Az könnyebb lesz a forgalom is. A beruházás idén befejeződik, addig is kérik a lakosság és az ott közlekedők türelmét. 14 helyszínen újítja fel a járdákat ezekben a hetekben a Nyírvévé Nonprofit Kft. A város 200 millió forintot különített el erre a célra a költségvetésből. A jelenlegi rekonstrukciók október közepén befejeződnek, de idén még további felújításokat is tervez a városüzemeltető cég. Megújul például egy szakaszon a Korányin lévő gyalogkerékpárút. Korányi-Frigyes utcán a gyalogkerékpárút felújítását augusztus közepén kezdtük meg, előre láthatóan szeptember végére befejezésre kerül a munka. Feltörték és felszedték a régi leromlott állapotú járdaaszfaltot a Korányi-Frigyes utca elején a munkások, és már jól látszik, hogy készítik az új járda alapját, és rövidesen friss aszfaltréteget készíthetnek ezen a szakaszon a Garibaldi kereszteződéséig. A forgalmas gyalog-bicikli út hiányosságait az itt közlekedők is jelezték, de a cég útellenőri szolgálata is regisztrálta, többek között ezért is döntött a Nyírvévé a felújítás mellett. A város önerőből finanszírozza a munkálatokat, és a pénzügyi lehetőségekhez mérten folyamatosan újítja fel a járdákat és az autóutakat is. Nyíregyháza város területén a járdák állapota is, mint ahogy az utak állapota is leromlott, több helyen szükség van felújításra, ezt minden évben próbálunk minél több helyszínen járdafelújítást elvégezni. Sajnos ezek a járdák a 70-es, 80-as években épültek, és elértek oda, hogy elhasználódtak, elkoptak, úgyhogy próbáljuk minél több helyszínen javítani őket. A legforgalmasabb, de legrosszabb állapotban lévő járdák, gyalogos útszakaszok felújításáról még 2013-ban döntött a városvezetése. Azóta minden évben megújul egy-egy szakasz a megyeszékhelyen. Jelenleg 14 utcában folynak a munkák, és előreláthatólag október 15-ig be is fejeződnek a rekonstrukciók. A Nyírvévé azt is közölte, hogy még idén ősszel újabb járda felújítási ütem kezdődhet el. A régi Magyarország ízeit eleveníti fel a Sóstói Múzeum falu új rendezvénye szeptember 11-én vasárnap. A gasztronómiai eseményen a megye 5 tájegységének és az itt élő kisebbségeknek az ételeit ízlelhetik meg, és kultúrájukba is bepillanthatnak.
Borst, bigos, töltikek, gólyafos, trudli és zúzos lé is tányérra kerül szeptember 11-én a Skansen új egésznapos gasztronómiai rendezvényén. Az esemény célja, hogy a tájjellegű magyar és nemzetiségi konyha ételeiből, étkezési szokásaiból és az ezeket körülvevő hagyományokból nyújtson kóstolót az érdeklődőknek. A célja az, hogy egyrészt megismertesse a helyiekkel, a nyíregyháziakkal a régi magyar ízeket, ugyanis, hogyha belegondolunk a mindennapjainkba, akkor általában elég gyorsan eszünk gyors étkezdékből, vagy olyan menürendszerből, ahol nem biztos, hogy azokat a rézi ízeket visszakapjuk, amelyeket még nagyanyáink vagy dédanyáink főztek. Itt a múzeumfalu újra gondolta ezt a gasztronómiának ezt a részét olyan szinten, hogy emlékszik mindenki arra, hogy volt régen itt a múzeumfaluban egy nagy gasztronómiai fesztivál, és annak lép az örökébe a régi Magyarországnak az ízei. A konyha művészeten túl a falu központban és az Árpád-kori településen kulturális és hagyományőrző programok, művészeti produkciók váltják egymást. A középkori hangulatot a Kard és Kereszt Johannita Testvériség Hagyományőrző Egyesület bemutatója biztosítja. A kóstolás mellett és az ételek megízlelése mellett a kulturális programok is lesznek folyamatosan egész nap a múzeumfaluban. Azok a tájegységek mutatják be kulturális értékeiket is, amelyek az ételeiket is bemutatják, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5 kisebb néprajzi tájegységre osztható, és mi mindegyik tájegységről hívtunk a Rétközből, Szatmárból, Beregből, a Nyíri mezőségből és a Nyírségből is olyan egyesületeket, olyan településeket, akik megmutatják az értékeiket, és emellett mi is az Anarcsi portánkon várjuk a látogatókat, a múzeumfalu saját ételeket is készít. A szervezők a közönséget egy kis történelmi időutazásra is invitálják, ezért a középkor rég elfeledett, mai szemmel érdekesnek, sőt szokatlannak tűnő ételeivel is várják a kulináris csemegékre éhezőket. A rendezvényen települési és nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek mellett gasztronómiai lovagrend és neves éttermek vesznek részt, mindannyian lakóhelyük specialitásait főzik majd. De izgalmasnak ígérkezik a minőségi street food konyha és a makrovegán ételek kínálata is. A szervezők a felnőtteknek szóló belépőjegyhez 2 darab, míg a diák és nyugdíjas jegyekhez 1 kóstolójegyet adnak ajándékba. Az Együtt Országos Politikai Tanács a felhívással fordul a hazai pártok választmányaihoz, valamint az önkormányzati érdekképviseletek vezetőihez, hogy tűzzék következő ülésük napirendjére az önkormányzati autonómia kérdését, valamint alakítsák ki álláspontjukat. Erről Lövei Csaba, a párt önkormányzati képviselője tartott sajtótájékoztatót Nyíregyházán a Kossuth téren. A képviselő szerint 2010 óta fokozatosan szorul vissza az önkormányzatok önállósága. A politikus felsorolta azt a 7 pontot, amelyet a párt mint önkormányzati alapjogokat fogalmazott meg. Ezek az iskolához, kórházhoz, művelődési és szociális intézményekhez való jog, a helyi közszolgáltatások megszervezéséhez való jog, az önkormányzati vagyonhoz és jövedelemhez való jog, termőföld vásárlásához való jog. Továbbá a kormányzat csak úgy adhat kötelező feladatot az önkormányzatoknak, ha azok jogi és anyagi feltételeit is biztosítja. Az önkormányzatiság, az önkormányzati autonómia az a fékek és ellensúlyok rendszerének egy fontos darabja. Ugye ehhez tartozik a meghatározás szerint a jegybanki függetlensége és a Nemzeti Bank függetlensége, a bírói függetlenség, ugye most már ide sorolják a sajtó függetlenségét is, illetve az önkormányzati autonómiát. Látjuk a többit is végig sorolva, hogy talán ezek közül Magyarországon még a bírói függetlenség az, ami megáll, a többi az egyre inkább gyengül és kiüresedik. Dr. Konti Gyula tűzoltó parancsnokról nevezték el azt a tűzoltó múzeumot, amely a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófa védelmi igazgatóság épületében őrzi a tűzoltók relikviáit. Az állandó tárlatot bárki megtekintheti előzetes bejelentkezést követően az intézmény nyitvatartási idejében. A nyíregyházi egykori önkéntes tűzoltó egylet kincseit nézhetik meg az érdeklődők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelem épületében berendezett tűzoltó múzeumban. Megismerhető itt többek között az a több mint 20 tárgy, amit magyar régészek hoztak haza 1986-ban egy ausztriai ásatásról. Látható továbbá az első emlék, egy 1896-ból származó, bőségszarú alakú serleg, de kiállították itt minden jelentősebb tűzoltó verseny emléktárgyait is.
például a milánói arany- és ezüstérmet, vagy az első világháború miatt meg nem rendezett 1914-es nyíregyházi nagyversenydíjait. Ezen kívül vannak itt más dolgok is, amiket időközben gyűjtöttünk, tűzoltó egyenruhák, sapkák, mászóövek, tehát egy komplett olyan anyag, ami mondjuk egy 150-200 éves tűzoltó múltat jelezhet, hiszen nem csak ebben a teremben vannak tárgyaink, hanem végig a folyosókon és a lépcsőházban is próbáltunk nyíregyházi vonatkozású tűzoltó tárgyakat kiállítani. A Tűzoltó Múzeumnak eddig nem volt neve. Dr. Konti Gyula tűzoltó parancsnokról nevezték el, aki 1900-ban Sztárek Ferenc halála után lett a helyi tűzoltók vezetője. Ő abban a tűzoltók számára dicsőkorban volt parancsnok, amelynek érdemeit a tárlókban bemutatják. Amikor ezek a relikviák ide kerültek, amikor a dicső múlt történt, amikor a nyíregyházi tűzoltókat már nemzetközi szinten is jegyezték, akkor ő volt a parancsnok, de egyébként ő nagyon sok mindent ért el a tűzoltóság érdekében. Az ő szavára sokszorozták meg például a tűzoltóság részére juttatott költségvetést. Az állandó tárlatot előzetes bejelentkezés alapján hivatali időben bárki megtekintheti. A milánói tűzoltóverseny emlékére korhűruhákban gyakorlatot mutattak be a Hősök terén a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei tűzoltóság munkatársai, tisztelegve ezzel is az akkor elért sikerek előtt. 1906-ban a nyíregyházi önkéntes tűzoltók a Milánóban megrendezett nemzetközi tűzoltóversenyen maguk mögé utasították francia, olasz és svájci bajtársaikat, és hoztak haza több érmet. A gyermekekért gyalogoltak Nyíregyházán, hogy hogyan segítették ezzel a beteg gyerekek gyógyulását, az rövidesen kiderül, előtt azonban nézzük a nap további híreit. Kedd este Nyír Bogdány és Demecser között Kékhűl területén egy volán autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze. A balesetben az autó totál káros lett, a buszban is jelentős anyagi kár keletkezett, személyi sérülés nem történt. Szerda délelőtt Nyíregyházán a Zenta utcáról úgy hajtott ki az Ady Endre utcára egy kis teherautó, hogy nem biztosított elsőbséget az ott szabályosan haladó terepjárónak és neki ütközött. A vétlen járműben jelentős anyagi kár keletkezett, személyi sérülés itt sem történt. A Nyír VV Nonprofit Kft. Felhívja az állattartók figyelmét arra, hogy az ebösszeírás meghosszabbított határidővel szeptember 30-áig tart. Az elkövetkezendő időszakban az ebösszeírók az eddig kimaradó háztartásokhoz is eljuttatják a tájékoztatóval ellátott adatlapokat. A nyomtatványok kitölthetőek papíralapon, elektronikusan, illetve a számlálóbiztos közreműködésével a helyszínen. Az összeírás egyszerűsítéséhez kérik, készítsék elő a kutyák oltási könyvét. Az adatlapok leadási módja változatlan, az ebösszeírók segítségével elektronikusan, postai úton és személyesen is eljutathatók a Nyír VV Nonprofit Kft. Számára. Részletes tájékoztatás a www.nyirvv.hu honlapon található. Országos jótékonysági sétát szervezett az MB Hungary, amelyhez Nyíregyháza is csatlakozott. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők 10 000 lépéssel és jelképes 500 forinttal segítsék a beteg gyerekek gyógyulását. A befolyt összeget az MB Hungary megduplázta, így közel 300 000 forint gyűlt össze. Sétálunk, sétálunk, egy kis dubra lecsücsünk. Apróságok és szüleik, egyedülállók és családosok gyalogoltak, hogy segítsenek a beteg gyermekeken. Az MB Hungary 10 000 lépés elnevezésű országos kezdeményezéséhez Nyíregyházán is sokan csatlakoztak. Azért csatlakoztunk ehhez az önkéntes megmozduláshoz, hogy ezzel is támogassuk a beteg gyermekek gondozását, rehabilitációját, gyógyulását, illetve úgy gondolom, hogy ez mindenki számára egy jó mozgási lehetőség ebben a szép kora őszi, késő nyári vasárnapi délutánon. A kezdeményezés szervezői azzal a céllal indították a jótékony programot, hogy támogassák a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház Kérlek segíts alapítványát. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és remélem, hogy ez egy olyan egészségturizmus fejleszt ki, amiben példát tudunk mutatni mindenki számára, hogy egészséges emberek össze tudjanak fogni a sérült emberekért, és ezáltal elősegítsük az ő életüknek a javítását is.
Az esemény résztvevői a Sóstói erdőben 5 kilométeres sétával és fejenként 500 forinttal járultak hozzá a jótékony akcióhoz. Ez egy nagyon jó cél érdekében történt ez a kezdeményezés, és ezt szeretnénk támogatni mink is azzal, hogy hozzájárulunk. Igaz, hogy nem egy nagy anyagi hozzájárulás szükséges, de nyilván, ha most ezt tűzték ki, akkor ezt ennek teszünk eleget. A befolyt összeget az MV Hungary megduplázta, így közel 300 ezer forint gyűlt össze, amelyből gyermeklégzés figyelő monitort vásárolnak a kórház gyermekrehabilitációs osztálya számára. A 11. legjobb európai volt az olimpián Hellebrand Máté. A nyíregyházi atlétát ma köszöntötte klubja, a Nyíregyházi Sportcentrum. A gyalogló még jobb körülmények között készülhet majd, ha megépül a Tiszavasvári úton az atlétikai centrum. Fogad szeretettel! Hellebrand Máté és edzője Pokrovenszky József is egy-egy ajándékcsomagot vehetett át a sportcentrum ügyvezetőjétől. Kós Árpád büszke arra, hogy a gyalogló volt a nyírsoli utolsó olimpikonja Londonban, Rióban pedig ő képviselhette elsőként a nyíregyházi sportcentrumot. Abban bíznak, a rövidesen megépülő atlétikai centrum tovább javít majd az edzés körülményeken. Az engedélyes tervek elkészültek. Utána a közbeszerzése történik meg a kiviteli terveknek, és utána pedig a kivitelező kiválasztása. Miközben ezt mondom, számolom az időt. Én abban bízom, hogy ez az építkezés ez jövőre el fog kezdődni, sőt én abban is hiszek, hogy jövőre már egy nagyon látványos pozíciót is el fog érni ez az épület. Tehát szerintem ez a rendben, abban a rendben halad, mint ahogy azt elgondoltuk. Meggyőződésem, hogy másfél év múlva ott lesz egy kész atlétikai központ, ahol viszont egész Európában jönnek majd edzőtáborozni, mert olyan körülményeket tud majd biztosítani. Ugye a jelenlegi NVSC pályáról beszélünk. Helyezésben még lehetett volna jobb is ez az olimpia. Hellebrand Máté nem csak az olimpián szerepelt jól, hanem a Magyar Szuperliga sorozatban megnyerte az összetett pontversenyt is. Az atléta szerint edzőjével, menedzser édesapjával és a családtagokkal is egy igazi csapatot alkotnak. Hiába egyéni sportág, számomra mégis inkább egy csapat sportágra hasonlít, mivel egyedül indulok a versenyen, de mégis egy csapat kell hozzá, hogy olyan szép eredményt érek el, mint például most a Riói olimpián. Hozzájárul a város támogatása, az egyesületem, minden dolgozójának a munkája, az edzőm Pokrovenszky József munkája, és a családom és a barátnőm is hozzájárul ehhez a sikerhez, és nagyon örülök neki, hogy ennyien támogatnak és bíznak bennem. A sportoló az olimpián a 11. legjobb európaiként ért célba, ezért joggal bízik abban, hogy két év múlva az Európa-bajnokságon az élmezőnyben végezhet. Hírazónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. Jó ütemben halad a Szegfű utca 4 sávosítása. A területet augusztusban adták át a kivitelezőnek, azóta nagy erőkkel folyik a munka. Az utca 2x2 sávosra bővül, ezen kívül gyalogos kerékpárutat alakítanak ki, és megtörténik a közművek fejlesztése, ugyanis záportározókat helyeznek el a helyszínen. 14 helyszínen újítja fel a járdákat ezekben a hetekben a Nyírvévé Nonprofit Kft. A város 200 millió forintot különített el erre a célra a költségvetésből. A jelenlegi rekonstrukciók október közepén fejeződnek be, de idén még további felújításokat is tervez a város üzemeltető cég. Megújul például egy szakaszon a Korányin lévő gyalog kerékpárút. A régi Magyarország ízeit eleveníti fel a Sóstói Múzeumfalu új rendezvénye szeptember 11-én vasárnap. A gasztronómiai eseményen a megye 5 tájegységének és az itt élő kisebbségeknek az ételeit ízlelhetik meg, és kultúrájukba is bepillanthatnak. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták, rövidesen jön az időjárás jelentés, legfrissebb hírekkel pedig csütörtökön ismét várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!